páralecsapódás az egy olyan épületfizikai jelenség, ami akkor történik meg, amikor a levegő páratartalma eléri a 100%-ot, és már nem tud több párát magába tartani, ezért kicsapódik egy hideg felületre. Most a tetőtéri ablakoknál a páralecsapódás elkerülése érdekében mi beépítők két dolgot tudunk tenni. Az egyik az, hogy egy jobb hőszigetelésű, jobb hőszigetelésű üvegezéssel ellátott tetőtéri ablakot ajánlunk a megrendelőnek, illetve az ablak körüli hőszigetelést és párazárást a lehető leggondosabban készítjük el. Ettől függetlenül a páralecsapódás ugyanúgy megtörténhet, számos oka van még a páralecsapódásnak, ami ellen viszont csak a megrendelő tud tenni. Értjük ez alatt például, hogy megfelelő mennyiségű szellőztetés legyen, tehát hogyha rendszeresen főzünk, teregetünk a tetőtérbe, akkor naponta több szellőztetés is indokolt lehet. Fontos egyébként azt is megjegyeznem, hogyha teregetünk a tetőtérben, akkor majdnem biztos, hogy szinte bármit csinálhatunk, pár a kicsapódás, akkor is lesz, mint rengeteg pára képződik. Ezért szoktuk javasolni, hogy egy szállítógépet érdemes beszerezni, hogyha máshol nem lehet teregetni. A szellőztetésnél fontos, hogy ne úgy szellőztessünk, hogy picit kinyitjuk az ablakot és órákig nyitva van az ablak, hiszen akkor komoly mennyiségű levegőcsere nem fog tudni történni, viszont ki tud hűlni a lakás télen. Ja, ezért azt szoktuk javasolni, hogy nyissuk ki mondjuk a földszinten is az ablakokat, a tetőterbe is az ablakokat, és akkor a kémény hatás segítségével 5-10 perc alatt át tud szellőzni az egész lakás, utána becsukjuk az ablakokat, és akkor azonnal vissza melegszik a lakás, és kicserélődött a teljes levegő a lakásban.